Tulajdonképpen sarkadról jártam be. A mozdony akkor ment, amikor összeszedtük a közeli tarlón lévő órókat, és akkor várnunk kellett, amíg gőz fejlődött. Hát így kezdtük 1949-be, és 53-ig tulajdonképpen ezt csináltuk, valamivel javult a helyzet a későbbiek során. Korán kezdtük, korán érkeztünk, és későn mentünk el, közte meg rosszok. Hát az iskola igazán jeles pedagógusokkal volt megáldva. Kitűnő osztályfőnökünk Sziráki László volt, aki matematikát és fizikát oktatott. Atyai Szikor. Hát rendkívül sok kudarc, rendkívül sok megáldott, szerencsés nap is volt. Kitűnő testnevelőnk, Krisztián László, igazán a kemény sportok kedvelője, atléta volt, de az atlétika, amely a sportok királynője, ahogy ő fogalmazott, az volt a minden. Keményen dolgoztunk, mert megkövetelték tőlünk, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük azt, hogy ma itt vagyunk. Az, hogy az osztályból többen kitűnő, magas rangú beosztást végző és elért emberek lettek, többen orvosok, mérnökök, közgazdászok, többen doktoráltak, és ez is azt hiszem a múltat idézi, és attól tartok, hogy ez az iskola teremtette meg azt, hogy ember. Mind a 39. Az, hogy ma már 15-en vagyunk, 60 év után, már ez is mutat valamit, és azt hiszem a sportnak köszönhető. És megint csak a Krisztián Laci bácsira kell emlékezzem, aki megkövetelte télen is, hogy rövid nadrágba, atléta dresszbe, a körös parton végig szaladgáltunk a hóba, és becsülettel eleget tettünk, függetlenül attól, hogy kerékpárral követett bennünket. Az órák nagy szigorral, fegyelemmel bonyolódtak, utána pedig a lehető legnagyobb rosszalkodásba kezdtünk, ahogy azt a diákok teszik. Hogy mit üzenek a
mai vagy a későbbi generációnak. Kitartást. Szorgalmat. Becsületes munkát. Ezt.